Lényeg az az, hogy erre a mai adásra meghívtam egy vendéget. Ez a vendég egy olyan barátom, akit nagyon régen ismerek, nagyon régen követjük egymásnak a munkáját. Igazából soha nem dolgoztunk konkrétan együtt, de azt hiszem, hogy mindent tudunk egymásról, privátim és szakmailag is. Nagyon szeretem, és egy nagyon komoly szakembernek tartom, talán, ha lehet ilyet mondani, Magyarországon biztos, hogy az egyik legjobb, óvatosan mondom most, őt pedig úgy hívják, hogy Kőszegi András, az Ombresznek a tulajdonosa, és egyébként márka szakértő. Úgyhogy most nagy szeretettel bekapcsolom az Andrást ebbe az adásba. Sőt, kívánok, szervusztok, szia Péter! András, amikor arról beszélek, hogy én, akkor mit értünk ez alatt, hogy én? Mi az, hogy én egyáltalán? Én? Hát, hogy mondjam neked, ha márkaépítés szempontjából nézzük, akkor inkább kezdjük azzal, hogy ami nekem egy kicsit a mániámmal vált, és nem definíció mániámmal, de ez az én márkaépítés néven híresült el ez a dolog, ugye, amit én személyes márkaépítésnek, personal brandingnek hívok. Az, hogy a köznyelvben én márkának terjedt el ez a folyamat, ez engem nagyon bosszant, mert John Perkins írt egy könyvet, ugye, aminek az volt a címe, hogy Brand You, és a HVG kiadta ezt a könyvet nagyon helyesen, és azt a címet adta neki magyarul, hogy én márka. És én azért nem beszélem olyan jól az angol nyelvet, hogy nyelvészkedésbe kezdjek, de a brand you azért azt sem tartalmában, sem formailag nem ezt jelenti. Nagyon egyszerűen, és nem akarok senkit itt okoskodással feltartani, de hogy az én márka számomra, az én, az azt jelenti, amit tőled is nagyon sokat tanultam, és ugye hogy mondtad, hogy nem dolgoztunk együtt, de azért egy kicsit mégis, hiszen nem olyan régen elvégeztem nálad egy kurzust, tehát validált, certifikáttal rendelkező Innermetrix konzulens vagyok a birodalmadban, tehát azért mégiscsak van annak itt a falamon egy formai kivetülése is, egy certifikát. Szóval, hogy az én márka az azt jelenti nálam, amit tőled nagyon sokat tanultam, és amiben te legjobban értesz ehhez, az egy kicsit az önismeret. Nem kicsit, nagyon. Tehát azt gondolom én, amikor a személyes márkaépítésről beszélünk, akkor az önismerettel kezdődik, és én ezt a részét nevezem én márkának. Tehát amikor belenézünk a tükörbe, és pontosan tudjuk azt, tisztában vagyunk azzal, hogy aki visszanéz, az milyen értékei vannak, hogyan működik, a motivációi milyenek, egyáltalán az egész világa milyen, ez nagyon-nagyon határozottan és tudatosan megvan, akkor vagyunk az én márkánkkal, hát készen soha nem, de hogy készen arra, hogy ezt kifelé is kommunikáljuk. És én azt gondolom, hogy az én márka az csak az enyém. És amikor a személyes márkaépítésről, a personal brandingről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy ezekre az alapokra kezdek el kommunikálni kifelé, legyen az bármilyen megjelenés, most a közösségi média ugye a nagy hype, de ez lehet a munkahelyünk, a munkatársaink, és stb. Stb. Tehát amikor kifelé teret adok ennek, az énségemnek, na az a personal branding, de az már ugye mindenkié. Tehát olyankor tulajdonképpen átadom magam a közönségemnek. És az egy, nem akarok belemenni itt mélyebben ebbe a szociológiai homlokzat elméletbe, de tulajdonképpen, amikor elkezdünk kommunikálni saját magunkról, akkor elkezdünk magunk elé egy homlokzatot építeni. Ez olyan, mint egy páncél a középkorban. És ugye ez minél jobban közelebb van hozzánk, minél jobban ránk illik ez az épített kép, annál inkább önazonosak vagyunk, és minél inkább más képet építünk, annál nagyobb ez a távolság, és a homlokzatunk az előbb-utóbb meg fog repedezni, és le fog omlani. Tehát, hogy amikor énről beszélünk, nekem ez az első gondolatom, hogy a személyes márkaépítés kapcsán ez nagyon fontos. Először ezzel kell foglalkoznunk, és nem azzal, hogy milyen szuper posztokat rakunk ki az Instagramra és a LinkedInre, meg a különböző közösségi média felületekben, mert jellemzően azért ma Magyarországon márkaépítés címén, főleg személyes márkaépítés címén ezt ígérik neked, hogy ó, gyere, megmondjuk, hogy kell hirdetni a Facebookon, és akkor már tök szuper leszel. Szóval azért ezt egy sokkal alaposabb
magunkkal történő munka kell, hogy megelőzze. Van itt egy kérdésem, András, hogy mi a különbség, nekem van egy véleményem erről, csak kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, mi a különbség az image és mondjuk az én márka között? Te azt mondom, ugye régen azt mondtuk, hogy image-et építettünk, aztán hirtelenből lett egy én márka. Van-e között különbség egyáltalán, vagy mi az, ami számodra fontos, amikor egy ügyféllel leülsz, akkor mit mondasz neki, hogy mit kéne neki inkább építeni, image-et, vagy én márkát, vagy mind a kettőt? Hát az image az épül, tehát még egyszer, én az én márkával, tehát hogyha én valakivel foglalkozom, először az én márkával, a személyiségével, az önismeretével kezdjük, nyilvánvaló. Uh-huh. Hát ez a legfontosabb. És aztán az image az majd kialakul rólad. Tehát a saját értékeim megtalálása, annak a rendszerezése, struktúrába tétele, ez a márka architektúra, ez a brand architektúra, ez a legfontosabb, hogy meglegyen. És arra építkezve kezdjük el a kommunikációt tudatosan. Az, hogy milyen csatornákon, milyen formákban, az attól függ, hogy mi a célunk. Uh-huh. Ugye? Tehát azért ez a mindenki azonnal menjen az Instagramra, meg a Twitchre, meg a nem tudom, TikTokra, mert az olyan menő, meg szuper. Én ezzel óvatosan bánnék, tehát én nem az eszközzel kezdeném. Tehát nem azt mondom, hogy hová menjünk, hanem hogy mi a célom, mik az értékeim, mi az üzenetem, mit szeretnék elérni, mi az, amit fel szeretnék építeni. És akkor tudjuk eldönteni, hogy milyen csatornákra, milyen kommunikációval menjünk. Tehát nyilvánvalóan bárhová mész, és bármilyen kommunikációs felületet választasz, az image-ed, az így vagy úgy, az majd épülni fog. Amikor azt mondom, hogy image, most elmondom erről az én benyomásomat, akkor mindig arra, az volt régen a képen, hogy a popzenéből jött ez, hogy valakinek fölép Madonnának fölépítik az image-ét. Egyébként ennek utána néztem pár évvel ezelőtt, és vagy nem is olyan régen, és az jött ki, képzeld el, hogy az image az egyik legtöbbet használt szó volt az elmúlt 100 évben. Tehát hihetetlenül sokat tettek az imázs, ugye, hogy milyen imást építek. Nekem az imázsal az a problémám, hogy szerintem az egy nagyon koholt valami, tehát ez olyan, amit tényleg én ki tudok találni, és valakire ráteszem, és azt mondom, hogy honnantól kezdve te, megfelelő ruházattal, megfelelő accessoárral, tehát minden, ami ehhez kell, hogy ezt az imást rólad mi terjesszük, te leszel ennek az imásnak megfelelő személyiség. Most tényleg gondoljunk a Madonnára, mert ő váltotta az imázsát egyébként 5-10 évente hihetetlenül sikeresen, és most egy olyan világban élünk, amikor ugye ez a fake, mint üzenet, a fake, mint news, a fake, mint kapcsolatrendszer. Például ugye csak a Facebookot nézem, a barátokat tekintve, vagy az ismerősi kört, hogy abból tényleg mennyi a valós. Tehát egy iszonyú fake világban élünk, és nekem az a meglátásom erről, hogy a fake-nek az ellentéte az nem a valódi, hanem a fake-nek az ellentéte az a minőség. Tehát amikor azt mondom, hogy valami minőségi, tehát nem a fake Louis Vuitton táskát hordozod, meg nem a fake óra van rajtad, meg nem a fake inget hordod, hanem a valódit, akkor ez a minőséget is jelenti. Valahogy ez neked elfogadható, azt mondom, hogy az imázs és az én között erről van szó, hogy az a minőség, amit az én kifejez, arra mély önismeretre épülő tudásra, arra az ismeretanyagra, arra a megélésre, hogy az lesz a valódi, a minőségi? Hát tulajdonképpen igen, de azért, hogy mondjam neked, az, hogy valami erős márka, egyébként az nem egyenlő azzal, hogy az egy magas kvalitás, vagy magas minőség. Uh-huh. Tehát a márka, az, ugye a márka az egy percepció, az asszociációinknak az összessége. Tehát magyarul mit gondolok arról a valakiről, vagy arról a valamiről? Ez nyilván a kommunikáció építi föl a fejemben. Tehát ez egy képzet. Ugye a márka az egy tudati kategória. Tehát ugye amikor megszoktam kérdezni a hallgatóságot, hogy szerintük le lehet-e védetni egy márkát, akkor általában mindenki fölteszi a kezét, de persze, le lehet. És akkor mindig mondom, hogy szerintem meg nem lehet márkát levédetni, mert ugye le lehet védetni egy logót, tehát egy vizuális jelet, egy nevet, egy szlogent, egy arculatot, egy know-how-t, nagyon is szabadalmakat, sok mindent le lehet védetni. A márka az tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy a fejemben lévő képzet. Uh-huh. Azt nem tudja senki levédeni, hogy én mit gondolok róla. Nyilván én más gondolok rólad, meg más gondol rólad a, nem tudom én, a szomszédod, vagy az üzleti versenytársad. De körülbelül ugye a márkák arra törekednek, ezek a percepciók összeérjenek, és ugye ez az image, tehát ez nagyjából egységes legyen, de alapvetően ezt így nem lehet levédetni. Uh-huh. Tehát a márka az egy
ugye amit le lehet védetni, például a védjegy, az egy jogilag oltalmazott árujelzés, az, le lehet, az egy jogi kategória. A márka ilyen szempontból, a márkának vannak ilyen típus elemei, amiből aztán összeáll a percepció, azt nem tudod el. Tehát, hogy nem egyelő a minőség, az inkább jelent egyfajta állandóságot, hogy mit társítok ahhoz a valamihez, vagy valakihez. Hogyha elképzelünk egy ilyen koordináta rendszert, ugye így, és mondjuk ezen a függőleges tengelyen van mondjuk a reputáció, a vízszintes legyen ez az Y-tengely, ezen van mondjuk az ismertség, akkor amikor a személyes márkáról beszélünk, akkor ebben a koordináta rendszerben vagyunk valahol. Tehát, hogy van, akinek borzasztó nagyon nagy a reputációja, mondjuk egy sebész professzornak, hogy egy kicsit hozzád is haza beszéljek, mert orvoscsaládból jössz. Köszönöm. Tehát, hogy magas a reputációja, vagy egy szakmai tanácsadónak, mondjuk neked, tehát itt te nagyon magasan vagy, viszont az ismertségedet mondjuk azért nem tudjuk összehasonlítani egy popstáréval. És akkor az a kérdés, hogy ebben a rendszerben mi hová akarunk törekedni. Nyilván, ha valakinek van egy szakmai magas reputáció, azért szeretné, hogyha az ismertsége is ezáltal azért nőne. Nyilván nem a végtelenségig, tehát a mi szakmánk az ilyen szempontból nagyjából azért behatárolt, és nem is cél. Tehát mi nem akarunk pop és rockstárok lenni, vagy egy valóság show szereplőnek, ugye amikor mennek a televízióban, akkor nekik nagyon nagy az ismertségük, vagy ezeknek a hazai celebeknek, de azért a reputációjuk azért valljuk be, hát mondjuk úgy, hogy kétséges. És akkor az a kérdés, hogy mi hová törekszünk. Tehát azt gondolom, hogy mi azért inkább oda törekszünk, hogy egy nagyon-nagyon magas reputációnk legyen, és az elérésünk az akkora legyen, amekkorával a céljainkat tudjuk teljesíteni. Tehát legyen annyi ügyfelem, akár egy kisvállalkozónak, akár egy nagyvállalkozónak, vagy akár, tehát hogy akkor még itt hadd jegyezzem meg azt, hogy a márkaépítés és a személyes márka az nem arról szól, hogy híres akarok lenni, hanem egy nagyon erős értéket akarok képviselni. Ezt jelenti a személyes márka, hogy amikor megtaláltuk a saját értékeinket, sok energiát fordítottunk az önismeretünkre, akkor azt erősen tudjuk képviselni, és abban legyünk nagyon erősek, és nem híresek akarunk lenni. Tehát ez a lárkur, lár, legyek híres, az előbb utóbb, ugye ez a, akkor van ez a homlokzat probléma, az leomlik. Andris, nagyon jó szót hoztál, és itt van az, ahol mi nagyon találkozunk, és egyébként nem felejtettem, és nem akartam kihagyni, csak a munka alatt azt értettem, hogy mint tanácsadók nem dolgoztunk így együtt, de megtiszteltél az, hogy te is kiképzett Certified Inner Matrix Consultant vagy, amire nagyon büszke vagyok. És mi tulajdonképpen ott találkoztunk, és azt hiszem, hogy hát minden szinten az életünkben, hogy értékalapok gondolkodunk. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mind a kettőnk számára az érték. És hogy az érték az, amit azt látom, és ugye te is így, amikor beszélgettünk erről, te is így fogalmaztál, hogy ebben vagyunk nagyon elcsúszva. Mindenki mást ért érték alatt, és most rögtön, amikor mondtad ezt, hogy reputáció, ismertség, akkor bejön ugye egy kérdés nálam, hogy igen, de miért fizetnek többet? Ha most az értéket, ugye kétféleképpen nézzük, hogy van egy eszmei értéke valaminek, van egy erkölcsi értéke, lehet egy gazdasági értéke, de most beszéljünk konkrétan a bizniszről, mert sokan, akik nézik, nyilván ezért nézik. De azt mondom, hogy biznisz értéke, akkor miért fizetnek többet? A reputációért, vagy az ismertségért? És most ezt azért is kérdezem tőled, mert ugye én egy érdekes utat jártam le, én ezelőtt, amikor színész voltam 20 éve, 4 millió ember ismert bárki az utcán, mert hogy akkor a nézettsége volt ezeknek a filmeknek, utána ebből kiestem és megismertem azt, amikor nulláról megint el kell kezdeni építeni ezt, a reputációját inkább, amikor most kevésbé érdekel az, hogy megismerje a hentes, de az nagyon érdekel, hogy akik ebben a szakmában dolgoznak, azok tudjanak rólam, és azt vettem észre, és akkor most inkább a kérdésedre válkozom, hogy elmondom, hogy nekem mi volt a tapasztalatom, melyikért, miért fizetnek többet? Tehát mi az, ami igazából érdekes a piac szempontjából? Változó. Változó, azért mondtam, hogy azért én elsősorban a reputációt tartom nagyon fontosnak, mert a reputáció feltételezi azt, hogy ha már van, hogy ha jól pozícionálod magad, akkor abban a célcsoportban, vagy abban a közegben van a reputációd, ahol te dolgozni szeretnél.
Attól függ, hogy milyen területen vagy. Tehát ezért számít az ismertség is. Mondjuk egy nagyon jó plasztikai sebész, most éppen beszélgettem a Krasznai doktorral, ugye ő a leghíresebb, az összes celebnek, ugye ő a plasztikai sebésze. Tehát azért neki egy nagyon komoly szakmai tapasztalata van, tehát hogy nagyon magas a reputációja, de közben nagyon nagy az ismertsége is. Tehát, hogy attól függ, milyen célcsoportra, vagy milyen közönségre dolgozol. Tehát van, akinek elég a kettő ügyfél, tehát, hogy olyan elérést kell magának biztosítani, hogy az az egy-két ügyfele meglegyen, és azzal tökéletesen jól működik. Van, akinek ezt bővíteni kell. Nagyon érdekes egyébként egy záró gondolat, hogy milyen területek vannak. Ugye én dolgoztam 30 évig rádióban, valamennyi televízióban is, és ugye nagyon sok eseményt és rendezvényt, szakmai rendezvényt moderálok. Tehát az Amazonnak a magyarországi nagy bevezető rendezvényét is én moderáltam például. Ott kimondottan ragaszkodtak ahhoz, az Amazon, hogy egy olyan moderátor legyen, aki érti ezt a műfajt, de a reputációja sokkal fontosabb. És vannak azok a rendezvények, amikor azt mondják, hogy hát jó, tök jó lenne, ha te vezetnéd, hát de a közönségünknek valami celeb kell, és akkor hívnak egy ilyen televíziós műsorvezetőt, tehát, és fogalma sincs, hogy hol van. Tehát kétszer megforgatod a színpadon, és nem tudja, milyen eseményen van. Tehát ott viszont az ismertséget fizetik meg jobban. Hogyha valaki most elmegy hozzád, mert ugye nagyon sok ember gondolkozik most ezen, és mindenki, ugye a múltkor, amiről beszéltünk, megérezte azt, hogy ennek igenis szerepe van, hogy hogyan jutottam el az én üzenetemet az emberekhez, ez kell egy ismertség, kell egy platform, egy többféle, most már a technikai megoldások minden kéznél van, de hogy hogyan tudom igazából az én, azt, amit te mondasz, hogy mások fejében képződő képet magamról kialakítatni, tehát hogyan tudom ezt megtervezni, hogyha valaki eljön hozzád, akkor ő azt mondja neked, hogy én egy. Tehát konkrétan tudják az emberek, hogy mit akarnak? Azt mondják, hogy azt szeretném tőled kérni, hogy úgy építsél föl engem, hogy egy év múlva nagyon ismert legyek, vagy úgy építsél föl engem, hogy a reputációm nagy legyen. Tehát hol van az, amikor azt mondod neki, hogy várjál, álljál. Először azt kérem, megnézzük, hogy egyáltalán benned van ez a dolog, vagy, B-kérdés, bárkiből bármit lehet csinálni, az egész marketing kérdése. Hú, komplex a felvetés egyébként. Valahogy próbálok sorjában menni. Tehát általában, amikor a személyes márka témában kapok megkereséseket, akkor többnyire az a képzet van, hogy az így, tehát hogy így gyakorlatilag így lehívnak egy ilyen receptet, és akkor holnaptól ők sikeresek lesznek. Tehát ugye nagyon nehéz, a fejekben azért keveredik azért ez a, inkább a, ami vágyat érve ezt, azért az ismertség. Uh-huh. Tehát, hogy szeretnének egy kicsit ismertebbek lenni, szeretnének láthatóbbak lenni, és kevésbé foglalkoztatja őket a reputáció. Ugye sajnos ennek ez a mai közösségi média világ is az egyik oka, hogy mindenki mindent abban mér, vagy legalábbis nagyon sokan, a felületes számok alapján hányan követik, hányan lájkolják, stb. És ez egy nagyon-nagyon megtévesztő dolog. Borzasztó megtévesztő dolog. És ennek a felülete mentén... Ezt nevezem én féknek. Mondhatjuk, igen. Persze természetesen vannak nagyon komoly emberek is, akik nagy eléréssel rendelkeznek, de azért alapvetően ez egy felületes történet. Tehát általában azért az van, hogy nem tudják, hogy mit akarnak. Nem tudják. Inkább az van, hogy van egy elakadás. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ők valamiben jók, de mégsem olyan sikeresek, mint kellene. Ugye, nem tudom én, a versenytársát, vagy a konkurenset többször látni, többször hallani, többször kérdezik őt meg. Ő beszél a tévében, a rádióban, és akkor van egy zavar, hogy úristen, de hát akkor miért ő, miért nem én? Tehát ez egy nehéz dolog. Természetesen én mindenkit arra bíztatok, hogy először alapvetően nem reklámot csinálva, de a tőle tanult módszert alapján, az önismerettel és ezekkel a típusú érték meghatározásokkal foglalkozzunk. A másik pedig, hogy azért a személyes márkaépítésnek legyen az egy sportoló, legyen az bármilyen szakma, bármilyen terület, legyél vállalkozó vagy egy cégvezető,
azért az egy nagyon komoly teljesítményt igényel. Tehát azért azt ne felejtsük el, lehet építgetni egy távoli homlokzatot, de egy igazi, autentikus, hiteles, személyes márkát az önismereten túl a másik nagy bástya, hogy a te szavaidat használjam, azért az a teljesítmény. Ezt és ezt üzenem a fiataloknak is egyébként, meg sok mindenkinek, aki az idősebbeknek is, akik belekényelmesednek abba, hogy egyszer mondjuk voltak egy bármilyen szakmában. Tehát még egyszer mondom, személyes márka esetében nem a hírességekről, nem a celebekről beszélünk, hanem munkavállalókról is beszélünk, tehát középvezetőkről, vezetőkről, csúcsvezetőkről. Tehát, hogy elértek egyszer egy sikert, belekényelmesednek, utána nem tanulnak, nem képezik magukat, nem haladnak a világgal, hanem elvárásnak tekintik, hogy nekik az jár. Nekik kijár a tisztelet, és kijár a reputáció. De nem. Ez nem így van. Az előbb azt ígértem, hogy megválaszolom az én... Tehát megmondom az én válaszomat erre a kérdésre, nagyon érdekes, amikor azt mondom, hogy a médiavilág, akkor ott az ismertség hihetetlenül számít. Tehát azt ott komolyan megfizetik. Például a tanácsadói világban azt figyelem meg, hogy a reputáció sokkal többet számít, vagy a kettő együtt, nyilvánvalóan az ismertség sem rossz, hogyha van, ez természetes, de azért a reputáció, hogy te szakmailag milyen értéket tudsz, milyen értéket képviselsz, mi az, amit adni tudsz, mert azt valahogy azért ők a saját fejükben, tudom, és az ügyfél oldalon gondolkodom, le tudja magának fordítani, hogy az nem mindegy neki, hogyha X tanácsadó jön, attól mit kap, vagy hogyha Y tanácsadó jön, aki lehet, hogy ismertebb, de nincsen meg az a mélysége. Tehát ezt az ügyfelek maguknak nagyon le tudják szerintem fordítani, és azzal is találkoztam most az elmúlt időben nagyon sokat a piacon, most nem Magyarországról beszélek, hogy ezt, aki itt megfordul nálunk többször, azt tudja, hanem általában Európáról, hogy nem feltétlenül a nagyon ismert tanácsadók azok, akiknek utána a legmagasabb a bére, vagy a díja a piacon, hanem pont nem azt mondom, hogy fordítva, de nagyon érdekes. Egyenlítődik ez ki. És most eljutok az a kérdéshez megint, hogy ha az értékről beszélek, akkor ha valaki azon gondolkodik, hogy az én márkáját fölépíti, egyenes arányban meg tudod azt neki ígérni, hogyha minden sikerül, ha te tényleg jó vagy adon a területen, megvan a teljesítményed is, akkor a te értéked, magyarul a piaci árad is nőni fog? Nyilván. Ígéretekkel azért csínyen bánunk, mert nagyon sok minden számít. Számít a környezet, számít az a piaci környezet, hogy milyen versenytársak vannak, milyen külső körülmények vannak, az ő tevékenységére egyáltalán a piac mennyire vevő. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amit mindenki érteni fog, a pszichológusoknak a biznisze. Hogyha megnézed, gyakorlatilag kinőttek az elmúlt években sztár pszichológusok, tehát mindenki termeket tölt meg, roadshow-znak össze-vissza, könyveket adnak ki, követőket gyűjtenek, élő, nem tudom milyen napi okításokat tartanak, és tehát, hogy tehát ez egy nagyon veszélyes mesdje tulajdonképpen, amikor a popularitásba átvált egy nem mondom, hogy rosszabb szakemberek lesznek, de hogy nagyon, nagyon könnyen el tudja rántani azt a fajta hitelességet, amit addig fölépített. Tehát, hogy hol van a határ, ez egy nagyon komoly, én azt gondolom, hogy nagyon komoly önmérsékletet igényel, és ez igaz egyébként, mert azért itt nagyjából vállalati körben vagyunk, ez igaz egy vezérigazgatóra is, vagy egy cégvezetőre is. Na, ebből láttam az utóbbi időben egy-két nagyon érdekes dolgot. Ugye én mindig a személyiség oldaláról jövök, amire ugye együtt is dolgozunk, és amikről tudsz. Majd mindjárt a következő kérdésem erre kapcsolódik. És azt figyeltem meg, és ez teljesen döbbenetes, hogy egy-két ilyen vezető, akivel dolgoztam, itt is, meg ott is, külföldön is, meg Magyarországon is, hirtelen elkezdtem meglovagolni ezt a sztárságot, hogy úgy mondjam, egész egyszer, hogyha te nagy cégben dolgozol, és ott több ezer ember van, akkor nyilván több ezer ember fogja a te dolgaidat látni, és valószínűleg lájkolni is, és elkezdtek olyan olcsóbbá válni, hogy attól a személyiségtől, amit én megismertem, és amit nagyon kedveltem bennük, vagy attól a szereptől, tehát ami egy nagyon komoly érték szerep egyébként, nagyon komoly értéket képviselnek, mint cég is, és az ő szerepükben pedig egy ilyen értéket töltenek be a vállalatban, ettől teljesen eltávolodtak.
és többször bennem volt, hogy kéne szólni neki valakit, hogy valamilyen külső, egy őszinte véleményt kapja, hogy ez most nagyon nem jó, nem biztos, hogy ilyen képeket kéne állandóan kitenni, mert lehet, hogy ezt lájkolják, de minden emberben valahogy egy furcsa érzés keletkezik ezáltal. És akkor mindig arra gondolok, hogy, és akkor most eljutok a személyiséghez, hogy igen ám, de amikor ugye ezt tanítjuk, és ezt akarjuk az embereknek elérni, hogy autentikusak legyenek, tehát magyarul ne térjenek el, ne adaptálódjanak, azt az autentikus viselkedést éljék, ami valóban nekik adott, azoknak a motivációknak megfelelően működjenek, azokat a tehetséget használják, mert csak így lesznek flóban. Hogyha erről beszélek, akkor mindig arra gondolok, hogy de hogyha valakinek az autentikus éne, az mégiscsak ezeket kívánja, akkor nincsen ezzel probléma, nem? Tehát, hogy te, mint tanácsadó, egy ilyen embernél, ha azt látod, hogy figyelj, most építek, dolgozunk már fél éve, próbálok veled fölépíteni egy évmárkát, próbáljuk ezt kommunikálni, és te most elkezdesz valami, nem partizán akcióban, hanem autentikusan magadat úgy kitenni a placra, és magadat kommunikálni, és ez teljesen kontraproduktív, akkor mit tudsz ezzel tenni? Akkor lebeszéled arról, hogy ő legyen őszinte magához? Mert akkor megint a féknek a gondolatához jutunk el. És tehát, hogy hol van ennek a határa, hogy te autentikus is legyél, ugyanakkor, tehát érted, az én márkádnak megfeleljél, de közben ne térjél attól a képtől, ami azért magunkban bent van, akkor is, hogyha tudjuk, hogy meg kell felelni a reputációnk miatt egyfajta képnek, amit mondtál, hogy a fogyasztó vagy az ügyfeleink fejébe keletkezik. Hát ilyet nagyon sokat látunk, és egyébként nagyon, nagyon érdekes volt számomra ilyen szempontból ez a karanténhelyzet, ez a szakmai helyzet, és a személyiségeknek a vizsgálata. Tehát te is gondolom láttad, hogy nagyon sokan rendezettebbé váltak, de annál sokkal több ember esett szét ebben az online térben. Ezt hogy érted? Ez az, hogy szétesett? Tehát, hogy nem önazonosan kezdtek el működni. Tehát amikor van egy értékalapunk, és akkor személyes márkaépítésről beszélünk is, hogy azt személyes márkát építünk, és nem én márkát, az én márkával dolgozunk belül, tehát hogy amikor nem erre épít valaki, vagy nem ez szerint kezd el működni, akkor egy a közönségben, vagy aki most ezek lehetnek a munkavállalók, vagy lehet a közösségi média, vagy bármi, tehát akik látnak minket, egy ilyen inkongruencia jelentkezik. Tehát nem lesz egybevágó az ember és a története. Tehát amikor jött ez a válság, és mindenki beszorult home office-ba, meg karanténba, meg stb., akkor az emberek elkezdtek felvenni, megpróbáltak megfelelni ennek a világnak. Hogy most nekem szerepelni kell, most nekem élőadást kell csinálnom, most nekem posztolnom kell, nekem most online volt, meg kell mutatnom, hogy én most innovatív vagyok, és megmondó vagyok, és ezek a behúzódó palik elkezdtek individualista módon viselkedni az online térben. Érted? És egyszerűen csak néztünk, hogy valami nem jó, nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de éreztük azt, hogy itt valami nem stimmel. Érdekes, mert beszéltünk már egyébként, meg ez egyik adásban szóba is került, ez az egész COVID-helyzet most így pszichológiailag és meg társadalmi, meg ez most mit hozott, mit okozott, nem akarok visszamenni már. Csak ezt példának hoztam. Nem, de nagyon jó a példa, mert akartam is szóba hozni egyébként magam is, mert én pedig, amikor ilyeneket láttam, vagy látok, akkor azt mondom, hogy szerintem ez jó. Tehát szerintem az jó, hogyha valaki egy stressz hatására, egy félelem hatására, ami az egész COVID-helyzet volt, egyszer csak úgy érzi, hogy a saját határait el kell kezdeni feszegetni, és megpróbálni így kitörni ebből, érted, és valami természetes, hogy ez mennyire autentikus, vagy nem autentikus, ez most egy másik kérdés, de megpróbál valamit, amit eddig nem mert. És szerintem ebből lesznek vesztesek, lesznek győztesek nyilván, de alapvetően én azt nem tartottam bajnak, vagy nem tartom bajnak, hogy ez most minden szinten megjelent. Én bajnak azt tartom, hogy most úgy fogadta ezt mindenki, hogy ezzel megugrottunk valami óriásit, mondjuk a digitális transformáció megtörtént, vagy érted, a home office most megoldottuk, közben nem oldottunk még semmit. Egy toolt használunk, most éppen a Zoomot, más használja, bármilyen toolt használsz, ettől még nem oldódott meg az a kérdés, hogy fogunk átlépni a következő, ahogy
itt az előadások során fogalmaztunk, a New Worknek a valódi korszakában, amikor tényleg arról beszélünk, hogy megtörtént a digitális transformáció. És ide akarnék visszatérni, hogy a digitális transformációban, amikor mindig arról beszélünk, hogy a múltkori adásban mondtam ezt, hogy amikor industriális társadalomban olyan dolgokat csináltunk, ami hatékonyságot növel, gyorsaságot fejlesztett, kellett hozzá ember, mert valakinek kellett a gépeket fejleszteni. Most viszont digitális transformáció, olyan dolgokról beszélünk, olyan fejlesztésekről, ahova nem kell ember. Ezért is merült fel a kérdés, hogy lesz-e még rám szükség. És most, amikor azt mondom, hogy lesz. Neked, persze, csak hogy ebben a helyzetben, hogy tudjuk például a fiatalokat, most ne is a mi generációnkról beszélünk, mert tényleg, mert ebben már nem vagyunk érdekesek. De mondjuk én látom a fiamat, neked is a fiat körülbelül 20-22 éves. Látjuk a 30-35 éveseket. Én úgy érzem, hogy nekik nem könnyű. Én úgy érzem, hogy egy nagyon nehéz világba jutottak. Én úgy érzem, hogy nekünk, ami egyetem utáni 89-90 tájékában sokkal egyszerűbb volt, mert egy nagyon jó hangulatú, optimista világba kerültünk, akkor indult mindent, rengeteg energia szabadult föl. Ők pedig fiatalok, és már átéltek egy csomó csapást. Ugye volt már egy gazdasági válság, most Covid volt, 9-11, akármi. Tehát nekik, hogy lehet azt tehát hogyan tudjuk azt nekik megmutatni, hogy miért fontos az, hogy a személyiségükre ügyeljenek, most minden értelemben. Hogyan tudjuk azt nekik elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy foglalkozz magaddal, és tanulj abból, amit az előbb mondtál, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy bizonyos emberek, és Magyarországon ebből nagyon sokat látok, megmondom őszintén, 40 év után körülbelül, én ezt látom Magyarországon, elnézést, eldobják azt, hogy ők nem akarnak már fejlődni vagy tanulni. Nagyon kevés ember van, főleg a nők egyébként, akik utána is bereteszik az energiát, de a férfiak leállnak. Ez a tapasztalatom tényleg. Azt gondolják, hogy ők készek. És innentől kezdve már csak a jólét és a nyugdíjat várják körülbelül. Hogyan tudom ennek a generációnak elmagyarázni, hogy neked úgy kell fölépíteni magadat, hogy nagyon kell ismerni magadat, közben oda kell figyeljél, hogy mit kommunikálsz magadról, tehát vigyázz arra, hogy miket posztolsz például, mert ezt tudjuk, hogy ez most már megmarad, ez egy lábnyom, amit ott hagysz a digitális világban. Tehát, hogy te hogyan neveznéd ezt, András, mi az a biztonság, tehát hogyan lehetne biztonsági érzetet adni nekik, hogy ebben a rettenetesen káoszos olyan világban, hogy tényleg nem tudjuk, egy óra múlva mi történik, körülbelül ilyen a helyzet, ebben ők mégis szilárdak maradjanak. Nézd, én azért ez ügyben azt gondolom, hogy nem gondolok olyan nagyot. Tehát ugye a fiam valóban 20 éves, most lesz vasárnap 20 egyébként éppen, de a lányom 30. Tehát ugye van két unokám, tehát én azért így, már a fiam és lányom közötti 10 év is az eszközhasználatban és sok mindenben már az is nagy különbség volt, az unokáimnál meg aztán pláne, hogy mit és hogyan használnak készségszinten. De a világ dolgai, én azt gondolom azért, mióta világ a világ és ember az ember, nem változtak. Tehát nekem meggyőződésem az, hogy alapjaiban azért nem változunk. Tehát ez egy az eszközeink változnak, és a kommunikációs csatornáink változnak. Tehát von Haushaus, ugye mit hozol otthonról? Tehát azért amikor, és akkor itt megint kanyarodunk, hogy hogyan építünk, vagy hogyan kell felépíteni egy személyes márkát. Tehát ugye itt van az önismeretünk, de azért, hogyha belemegyünk a napi gyakorlati kérdésekbe ezek után, hogy milyen értékeket képviselünk a világban. Ez nem változott, nem tudom, Jézus óta, tehát neki is voltak értékei, volt egy ideája, volt egy víziója, és ezt valahogyan a kor kommunikációs csatornáin elmondta az embereknek, praktikusan odament és beszélt, vagy nem tudom én, bevésték kőtáblába, és utána nézték, és aztán elkezdték őt ez alapján követni. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy nem olyan nagy a... ebből a szempontból nem nagyobb a probléma, mint volt eddig. Tehát, hogy azok az alapvető értékek egy családban, egyáltalán van egy család ma, ugye, ez egy nagy kérdés, hogy mit nevezünk ma már majd családnak, és ebben nagy társadalmi viták vannak, vagy lehetnek, de hogyha mondjuk a klasszikusnak nevezett modellt, amiben te is és én is élünk, tehát, hogy van egy feleséged, nekem is házasságban élünk, és vannak gyerekeink, azokat a dolgokat, amiket pici korától, vagy a lányom, amit a most 2 és 4 éves unokáknak átadnak, onnantól kezdve, hogy köszönöm, kérem, hogy ezeket a dolgokat megtanítod, alapvető erkölcsi, etikai dolgokat, akkor azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy mi a kor kommunikációs csatornája.
De szükség van, de várj, de most ez fontos dolog, mert természetesen mi is megpróbáljuk ezt átadni, természetesen nekem is átadták a szüleim ezeket, és Mózes törvénytáblá jól érte, tudjuk, hogy mik azok a posztulátumok, amihez kéne ragaszkodjunk, és a világ azért mégse ilyen. Tehát amikor ezek a fiatalok kikerülnek, nekem hozzám nagyon sok fiatal fordul, főleg Németországban, Svájcban egyébként, ahol a szüleik komoly pénzt fektetnek abba, hogy egy 20-valány éves egyetemistáról megtudják azt, hogy milyen irányba kéne neki mozognia, tehát például elvégzett egy jogi egyetemet, most mi legyen, államügyész, bíró, védőügyvéd, gazdaságügyvéd, tehát érted, nagyon sok minden van, ami például személyiségkérdés lesz a nap végén. És amikor beszélgetek velük, akkor olyan, tehát nem tudom nekem, olyan beszélgetések vannak, amiknek tényleg a momentumait hosszú hetekig néha nem felejtem, hogy ők azt mondják, hogy ők mindent megtesznek, ők jól tanulnak, ők jó gyerekek, most olyan értelemben érted, hogy ez, amire mondasz, meghallgatták, amit a szüleik mondanak, de minthogyha a világ nem erre lenne kíváncsi. És akkor azt látják, hogy belekerülnek egy helyzetbe, ahol a verseny óriási, a versenynek a paraméterei, a mérhetősége, a transzparenciája, hogy mi alapján, az nagyon nehezen követhető számukra, és bizonytalanok. Tehát azt látom, hogy végtelenül bizonytalanok, és ezt onnan látom, mert te tudod, miről beszélek, hogy ugye mi látjuk nagyon valakinek a belső mindsetjét, és látjuk azt, hogy milyen az önbizalma, szerettudata, stb., és nagyon gyenge a mostani fiataloknál. És szerintem, amikor mi voltunk ilyen 89-90-ben, ez magasabb volt, pedig a világ nem volt olyan jó hely, mint most Covid előtt. Azért ezt tegyük hozzá. Tehát azóta azért hihetetlen fejlődésen mentünk át, technológia, gazdaságilag, hát főleg gazdaságilag, de minden szempontból jobb az élet most, tehát könnyebb is, ugye egyszerűbb, csomó szempontból, és mégis sokkal nagyobb a bizonytalanság. Tehát magyar ezek az értékek, amikről itt mi beszélünk, ezeknek az állandósága, vagy a hitelesség egy fiatalnak a számára, azon túl, hogy immanensen benne van, mert ezt megtanult a családtól, de mennyire képviselhető, tehát mennyire várja a világ ma szerinted ezeket a dolgokat? Semennyire. Tehát ez ma egy valóban egy nagy dilemma, de egyébként hozzáteszem, ez az úgynevezett mostani digitális kor előtt is ezek a dilemmák már megfogalmazódtak, tehát még nem volt Facebook, meg nem volt semmi, tehát már akkor is 2000-es évek legelején, vagy még előtte is, a 90-es években is már beszélgettünk erről, hogy mit vár el ma ez a világ. Tehát, hogy az, hogy alapvető értékekről, amikor beszélgettünk egy személyes márka, akkor nevezzük így, de egy ember kapcsán, hogy van-e becsület, van-e tisztesség, stb. Tehát, amikor a 90-es években arról beszélgettem emberekkel, hogy hát öregem, hát amit most itt az emberek körülöttünk csinálnak, ezért nem tudom, 100 évvel ezelőtt egy tisztességes ember főbelőtte magát, vagy belemajoztunk, és nem tudom. Tehát, hogy valóban igen, hogy a világ az pár egy bajra nyitnak egymás, nem? Igen, igen. Tehát a világ ilyen szempontból nem egy jó terep, tehát ez egy valóban nagy dilemma, hogy egy fiatalnak egyébként mit mondasz, hogy persze, legyél tisztességes, legyél becsületes, legyél segédkész, lojális, nem tudom, micsoda. Mikor kilép az ajtón, és közben azt látja, hogy mindenki mindenkit átver, nem az van, amikor találkozik valakivel, nem az van, mint amit látott a Facebookon, más az ígéret, más a teljesítés. Ezzel én azt gondolom, erre csak az a recept van, ami ezer éve is, meg most is, hogy ha van otthon egy valamilyen értékrendszer, és azt a gyerek megtanulja, tehát még egyszer mondom, 3 éves koráig már ugye a köszönöm szépen, kérem szépen, ha nem tanulta meg, akkor már nehezen fogja később érteni a lényegét, és bármilyen világ is legyen körülöttünk, én azért mégiscsak ragaszkodom ehhez, hogy ha egy karakteres, jól definiált értékrendszerrel bírunk, akkor a legfőképpen ebben a gyorsan mozgó, gyorsan változó világban, amikor mindig azt mondjuk, hogy semmi nem, minden változik, és semmi nem biztos. Egy dolgot mégiscsak találhatunk, hogy biztos, az a saját integritásunk, mi magunk. Most ez lehet a hitünk, nem kell vallásokra gondolni. Abszolút. Lehet magunkban a hitünk, lehet a hitünk a családunkban, az egészségünkben, a barátainkban. Tehát én ilyen szempontból, hogy most mikor nehezebb, mikor könnyebb, kinek mi, mindig nyilvánvalóan a következő generáció már egy másfajta dolgot tapasztal, mint amit hozott otthonról. Tehát ilyen típusú konfliktusok és gepek mindig is lesznek, de azért egy alap
most nevezzük alapértékrendszernek, amit mi helyesnek gondolunk, az nem lesz kikerülhető soha, bármilyen legyen is a technológia. Ha kikerülhető lesz, akkor az a világ pusztulása valóban az lesz, én azt hiszem. Ne fessünk ilyen sötét képen. Ne, abszolút nem sötét, csak ezeken azért érdemes elgondolkodni, mert nagyon, nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés, hogy oké, hogyha minden bizonytalan, akkor mire támaszkodhatom, és a válaszunk ugye mindig ez, hogy csak saját magadra. Ezt mind olyan, csak saját magadra. És az, hogy saját magam, ez azt jelenti, hogy, és ez nem önzés, hanem az az igazság, hogy ha én magamat ismerem, hogyha az én értékeimet pontosan tudom, hogyha én magamat innentől kezdve utána önkezdeményezően, önmenedzselően, stb. Fel tudom építeni, magamat tudom fegyelmezni, hogyha magam fölött kontroll gyakorlok, akkor ebből nyilvánvalóan az fog kijönni, hogy a nap végén kontrollom a helyzetet is magam körül. És amennyire ezt lehet nyilván. És én azt vettem észre, mert beszéltünk a Covid-ról, hogy most itt a Covid állapotban, ezt egyébként a Covid előtt pár nap, amikor kijött az első nap, akkor csináltam egy videót, és ott ezt már elmondtam, hogy az introvertált emberek jobban fogják viselni a Covidot, mint az extrovertáltak nyilván, mert ők most visszamentek arra a bázisra, ahol egyébként szívesen tartózkodnak. De ebben a világban, amikor azt mondjuk, hogy én márka, akkor most tulajdonképpen ezzel azt mondjuk, és most a Covid-ra és a te példádra visszatérve, hogy azt mondod, hogy zavar téged, hogy kijöttek emberek, és inautentikusan elkezdték magukat extrovertáltnak mutatni például, előadni, nem tudom mit csinálni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen én márka alapon, hogyha ez a világon most egy ennyire fontos történet, akkor itt az extrovertáltnak áll a világ, tehát az introvertáltak ezt elfelejthetik, mert ők nem fognak merni soha igazából egy én márkában gondolkodni, soha nem fognak merni ilyen energiát kifejteni, vagy kiadni magukból, mert ez nincs is nekik immanensen meg, tehát magyarul inautentikus lenne, hogy ők ebbe az irányba lépnének, vagy hogy értelmezzük ezt? Én ezt úgy értelmezem, hogy ez az online tér, amiben átkerültünk, vagy átszorult a világ, amiben most mi is itt vagyunk, ez csak egy kommunikációs csatorna. Ez tehát az, hogy használom ezt a kommunikációs csatornát, az egy dolog. Ha extrovertált valaki, vagy introvertált, az extrovertált viselkedjen extrovertáltan egy ilyen helyzetben. Tehát nem kell neki nagyot mondani, nem kell neki nagyobbat mondani, mint amit ő gondol. Tehát, hogy itt azért a tartalom is nagyon fontos és meghatározó. Uh-huh. Tehát, hogy amikor arról beszéltem, nekem nem önmagával azzal van a bajom, hogy most végre valaki levetett magáról egy ilyen küzdelmet, hú, nem merek megszólalni, és végre itt ez a térés, akkor most megszólaltam, hanem hogy mit mond e közben? Hát a tartalom az egy másik, a tartalom az egy másik. Jó, hát a tartalom és a forma amfora, ahogy mondta régen a reklám. De hogy egyébként még visszatérve az előzőhöz, és a piaci világba, ugye, hogy amikor a márkaépítésről beszélünk, akár személyes, vagy akár termékszolgáltatásról is, hogy ma már a termékek és a szolgáltatások ugye nagyon egyformák, mindenből minden van, és minden azonnal másolható, és ezért egyébként itt jön be megint a személyiség, mondjuk egy vállalatvezetőnél, hogy ma már egy vállalatnál megint fölértékelődött a vízió és a misszió, és az első számú vezetőnek a szerepe. Praktikusan az ő személyes márkája. Ma már sokkal jobban érdekel minket, ugye storytelling és társai, ha már erről a világról beszélünk, hogy mit képviselek én a világban. Az a vezető, az a vállalatvezető mit képvisel a világban. És már vissza is kanyarodtunk az alapértékekhez. Egy vállalatot emberek működtetnek, tehát nem a vállalat cool, meg nem a vállalat rossz, vagy jó, vagy kedves, hanem a benne lévő emberek, mert ők csinálják. Tehát itt nekem nagyon fontos az, hogy mi az, amihez tudunk kapcsolódni, és mihez tudunk kapcsolódni, a vállalatot csináló emberekhez tudunk kapcsolódni. Sokkal fontosabb ma már az az üzenet. Ugye tegnap együtt néztük a SpaceX-nek, ugye aztán végül sajnos elhalasztott kilövését, de hát ugye ott is ott van a technológia, egy igazi nagy marketing kampány, idézőjelben mondom, cirkusz az egész körül, tehát itt is azért egy nagyon nagy reputációról beszélünk, ne felejtsük el, űrutazásról beszélünk, tehát ez a két pasi, aki ott 6 órán keresztül hanyatfekve ült, becsatolva mozdulatlanul, hát elképesztő. Egyszerűen döbbenet. Na, de az egészet mi lengte át? Elon Musk, kinek olyan tetszik, kilövi az embereket az űrbe először magáncéggel, vagy nem? Ugye? Tehát az Elon Muskról szólt ez az egész sztori, tehát hogy itt azért van reputáció is, meg van ismertség is, tehát hogy
hogy döbbenetes volt. Annyira izgalmas ez, mert ma van egy nagyon jó barátom, akit nagyon szeretek, hihetetlen adok a véleményére, és nagyon sokat kommunikálunk, és ma reggel föltesz egy posztot, és azt írta, hogy hát az hogy lehet, hogy az Elon Musk, hogy kit érdekel ez, hogy kilőnek két embert az űrbe, ez a pari egy marketing zseni, és egyébként egy szélhámos. És ez nagyon meglepett engem, mert egyébként azt gondoltam, hogy ő szimpatizál valahogy az Elon Musk-kal, akinek én nem vagyok a fenje, de hihetetlen teljesítményt látok a mögött, amit csinál, és én nem tartom szélhámosnak egyáltalán. Na, ő nagyon vágja ezt az egész marketing, én marketing, és a cégének a marketingét is nyilván, aminélkül lássuk be, manapság nem működik semmi. De amit én látok, hogy tegnap tulajdonképpen egy nagyon nagy lépést, vagy hát van szombaton meglátjuk, hogy sikerül-e, és adja Isten, de egy nagyon nagy lépést tettünk egy teljesen új korszak irányába, mégpedig amikor emberek valóban már nem tudom, Spanyolországba fogsz menni nyaralni, hanem érted, az űrbe. És nem tudom, figyelted, de tegnap a NASA kitett egy vizsgálat, egy kutatási eredményt, és megkérdezték ott az embereket, hogy hányan nézők, hány százaléka menne egy ilyen űrutazásra, és 82%. Van is, 82%. Tehát szerintem ez egy hihetetlen forradalmi dolog, ami most ott történik. Van körötte egy nagy csinadratta bum, persze, meg az ő személye, de ez engem nem érdekel, mert közben mögött, ami van, tehát nálam itt most a reputáció, az ismertség és az ügy, az valahogy együtt van. Te egy karakteres, határozott szereplő vagy, legyél cégvezető, vagy egy televíziós, teljesen mindegy mi, ha karaktered van, megosztó leszel. Tehát ha nem vagy megosztó, akkor kicsit semmilyen vagy. Tehát azért kell, hogy utáljanak is egy kicsit, meg kell, hogy ne szeressenek. Az összes ilyen típusú embernek voltak nagyon komoly követői, az ilyen lídereknek, mert amikor a személyes márkáról és a vállalatiságról beszélünk, akkor én a leadershipről beszélek tulajdonképpen. Tehát hogy megmondod, hogy mit csináljanak, tehát kiadod ukázba, vagy megszólítod őket, akkor esetleg emlékeznek rád, vagy bevonod őket, és akkor követni fognak, akkor melléd állnak. Tehát ezek komoly, komoly különbségek, és tehát az ilyen típusú karakteres embereket, mivel minek után mondjuk a Musk is ugye sikeres, meg ugye azért lássuk be, Budapesten meg lehet venni az ő autóját, tehát azért az egy iszonyatos nagy lökést adott ez a sztori az egész elektromos autózásnak is, amiről most még nem menjünk bele, mert hogy mi lesz vele. Fenntarthatóság, mindez egy más téma. De itt van például a Richard Branson, ugye, aki a Virgin-t csinálja. Ugye megdöbbentő volt, az emberek nem is értették, hogy miért mondja azt. Mindenki azt szajkozta, és azt tanította a kis vállalkozásoknak is, hogy az ügyfél az első, az ügyfél az első. És akkor jött a Richard Branson, és egyszerűen csak annyit mondott, hogy nem, a munkatársaim az első. Mi vagyunk az elsők, mert ha őket rendben rakom, magamat rendben rakom, ismerem magam, tudom, hogy mi vagyok, ismerem a munkatársaimat, őket jól tartom, úgy motiválom, nem úgy, hogy befizetem őket egy motivációs tanfolyamra, ahol holnap aztán az ugye el is múlik, hanem valóban úgy motiválom, kiszolgálom az ő igényeiket, amármint a motivációs igényeiket táplálom, azokat fűtöm, és csinálok egy jó csapatot belőlük, akkor jó lesz az ügyfélnek is. Tehát nyilván ezzel azt mondta, hogy az ügyfél az első, de nagyon másképp. Úgy ügyfél az első, hogy én vagyok az első. Uh-huh. Nem tudom, követhető vagyok-e. Abszolút. Nagyon tehát jó. Ezek csak ilyen icipici különbségek, hogy honnan nézek rá egy dologra. És amikor az ő személyes márkáiról is beszélünk, akkor ő azt mondta, hogy a repülés az basszus nem A-ból B-be juttatom az embereket, hanem adok nekik egy élményt, és egy olyan szervizt adok nekik a gépen, amit már ugye aztán később az Emirates is mondjuk elkezdett használni tulajdonképpen, amit ő a Virgin-nél kifejlesztett. Tehát amikor vezetőkről is beszélünk, és ezt valahogy így idegenkednek ettől az, hogy személyes márkát építsek, pedig hát mindenkinek van személyes márkája, ez a rossz hírem van, az a kérdés, hogy mert ugye mindenkinek gondolunk valamit, és az az ő márkája, tehát minden vezérigazgatóról gondolnak az emberek valamit, az a kérdés, hogy ő ezt autentikusan saját maga értékeire tudatosan alakítja-e. Tulajdonképpen Ha egy vállalati vezetőről beszélünk, akkor ez a személyes márkaépítés. Igen. Ő a saját vízióját, a saját értékeit hogyan tudja
láttatni és testet töltetni. És még egy utolsó gondolat ehhez, hogy Elon Musk, meg Richard Branson, meg egy vállalatvezető, és hogy az emberek akarnak menni a Holdra. Ez nagyon érdekes volt, hogy ezt mondtad, hogy ez megfogott, hogy ugye, amikor én is márkával foglalkozom, legyen az vállalat, termékszolgáltatás vagy ember, ugye általában a nagy ügynökségek mit csinálnak? Úgy csinálunk egy nagy piackutatást, kérdezzük meg, hogy mit szeretnének az emberek, és akkor azt majd ugye meg insztált, és akkor majd oké. Okay. Van az a régi mondás, hogy egyetlen nagy ötlet sem született még a kutatások talaján. Tehát, hogy mindig kell ez a vezetői vízió, misszió, és én szeretek inkább ebből elindulni. És hogyha megkérdezted volna egy évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt az embereket, hogy akarnak-e a Holdra utazni, hogy elutaznak, én oda be nem ülnék, hát az Isten ments, lezuhant a legutóbb is az a, nem, mikor volt, 86-ban vagy 85-ben, amikor lezuhantak, ugye. Hát én nem ülnék, nem. És az Elon meg azt mondta, hogy nem érdekel engem, hogy az emberek mit gondolnak az űrutazásról, az az érdekes, én mit gondolok, mi az én vízióm, és az ő vízió az volt, hogy el fogom vinni az embereket turistaként a Holdra, és a saját vízióját nyomta, és azt mondta, hogy ezt meg fogom csinálni, és ma már megkérdezik az embereket, lásd tegnap, 85% azt mondja boldogan, hogy persze, mennék vele, beülnék. És ezt lefordítom a hétköznapok szintjére, te vagy egy kis vállalkozó, egy nagy vállalkozó, van egy vállalatod, akkor nem azt kell megkérdezni az emberektől, hogy milyen csavarokat szeretnél használni, mert fogalma sincs, hogy lehet olyan csavart csinálni, mert nincs a fejébe semmi, hanem én nekem van a fejemben már, hogy csinálok egy másfajta valamit, uh-huh. azt kezdem el az én vízió, misszió saját értékeimén keresztül megjeleníteni, és ahhoz fognak csatlakozni. Uh-huh. Tehát ez egy különbség vállalatvezetésben is, meg igen. Hogy mondtad ezt, hogy az életvezetés, és a múltkor is elmondtam ezt a példát, amíg nagyon megütött az elmúlt napokban, hogy a Christian Klein, aki az SAP-nak a vezetője, ő kitett egy újságnak adott egy interjút Németországban, nagyon fiatal ember, és ott hát panaszkodott, hogy hát kvázi itt a Covid időszak alatt ő egy 10 négyzetméteres irodában, otthon, a dolgozó szobájában kell, hogy üljön. Ha ezt ő tudta volna, hogy a Covid milyen hatással van lesz a világra, és hogy 2 hónapot otthon kell töltsön, akkor a feleségével megegyezett volna egy nagyobb dolgozó szobában, tehát most elkezdtek tárgyalni. Most ez egy nagyon emberinek tűnik, csak én magam azt gondoltam, hogy milyen rossz PR tanácsadód van, vagy én már a szakértőd, mert a Christian Kleinről közben az újságok az elmúlt 2 hétben leírták, hogy őt sikerült, hát mondjuk így, hogy megoldani azt, hogy ne legyen egy másik CEO mellett egy amerikai hölgy, hanem azt kitették a cégből, ő átvette a CEO-ságot egyedül, plusz megkapta a fizetését ennek a hölgynek, most ebben a pillanatban 35 millió euró a fizetése, ami tök rendben van, tehát nekem nem pénze van, bocsánat, csak akkor ne mondjon egy ilyen rossz ízű álszent, hány munkatársa van az SAP-nak szerinte a világon, aki egy vagy két szobás lakásban értett, küzdötte végig ezt a 2 hónapot, lehet, hogy kutyával, 2 gyerekkel, és onnan kellett dolgozni, és még a következő hónapokban valószínűleg így is lesz, mert ugye hazaküldik őket home office-ra. Tehát ezek olyan rossz, hogy ilyenkor nincs egy tanácsadó mellette, csak úgy megfordult bennem, érted, hogy ez mennyire rossz image-építés, és most lett ebbe a pozícióban viszont fiatalon kinevezve. András, hát én nagyon köszönöm neked, én hihetetlenül élveztem, remélem, hogy a nézők is, hogy nézem, 95% még itt van, pedig nagyon hosszú volt az este. Most ugye nem udvariasság mondanám, de ennyi a megtiszteltetés, ezt tudod. Tehát nagyon köszönöm, hogy itt lehettem ezen a általam, hogy mondjam, nagyon nagy figyelemmel kísért csatornán, hogy itt beengedtél, ez Én érzem megtiszteltetésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmét, én is mindenkinek. Nagyon megtisztelő volt, hogy velünk voltatok.